tulajdonképpen egy rendkívül komplex gondolkodásmóddal körüljárva fölvázolta a szüleik felnőtté válásának útját ebben az előadásában. Tapasztalata szerint mennyire értik, mennyire hasznosítják azt, amit hallanak ezeken az előadásokon? Én azt gondolom, hogy ha a fiatalok valami mást hallanak, ami megszokott, ami nem olyan, mint ami eddig sokszor hallottak, akkor az biztos, hogy először meghökkenti őket, elcsodálkoznak rajta, és aztán elgondolkoznak rajta. Én azt gondolom, hogy az a hihetetlen nagy előnye az ilyesfajta rendezvényeknek és előadásoknak, hogy ilyenkor nem a tananyag hangzik el, és nem is egy okoskodó nagynéni mond valami bölcset, hanem valami új megvilágításba kerül, és én nagyon erősen bízom abban, hogy ez hat a fiatalokra. Ha rálátással nézzük, mi volt ez az alapvető dolog, amiben különbözött az életük? Én azt gondolom, hogy a korlátozottságot és a szabadságot hasonlítanám össze. Az, hogy a szülők korosztályának egy erősen behatárolt, korlátozott életút állt rendelkezésére, ennek minden hátrányával és előnyével. A mostani fiataloknál viszont azt látom, hogy a szabadság lehetősége és felelőssége van előttük. Az, hogy a saját sorsukról nekik lehet és nekik kell dönteni, ami óriási nehézség, mert ha az ember nem tanulta meg azt, hogy dönthet saját maga felelősen, már pedig mi itt Magyarországon bizony sok évtizeden keresztül ezt nem nagyon tanultuk meg, akkor ebbe elég nehéz beleszokni. Hát talán a mostani 20 évesek már kezdenek belejönni. Mindezzel együtt úgy fogalmazott, hogy a 20-as évek elején az ősz szüleik, azok hozzájuk képest érettebbek, felnőttebbek voltak, és egyben öregebbek is. Igen, mert tulajdonképpen már egy olyan felelősséget hordoztak a hátukon, ami a családalapítással és a gyerekvállalással bekövetkezett, hiszen tulajdonképpen ugye a gyerekvállalás az egy életre szóló felelősség, sokkal hamarabb átestek ezen a fajta döntésen. Valószínűleg nem nagyon gondoltak ebbe bele a szülők, hogy hát most hú, mekkora felelősség lesz. Az életük ezt diktálta, ezt adta számukra, és csinálták a maguk dolgát, tehát ilyen értelemben felnőttebbek voltak, de olyan értelemben, ahogy én a felnőttséget még nagyon szeretem definiálni, hogy a felelősség teljes döntés önmagamról, abban viszont sokkal korlátozottabb lehetőségük volt. Érintőlegesen bemutatta Csupasz Nyulak című könyvét is a jelenlevő fiataloknak. Milyen irányba akar elgondolkodtatni ezzel, amit fölvázolt? Én azt szeretném, hogyha egyrészt mindenki beszélgetne otthon. Ezt nagyon örülnék neki, hogyha azok, akik itt voltak, vagy azok, akik elolvassák ezt a könyvet, azok hazamennének és szóba állnának a szüleikkel, meg a nagyszüleikkel, és egy kicsit beszélgetnének arról, hogy milyen volt az ő fiatalkoruk, meg a gyerekkoruk. Ez az egyik, amit szeretnék. A másik, amit szeretnék, az, hogy azon lenne érdemes gondolkozni mindenkinek, hogy azok az esetleges feszültségek, fájdalmak, veszekedések, amik azért a legtöbb családban előfordulnak, vajon mitől vannak? Kinek milyen sértettsége, kinek milyen eltitkolt vagy elrejtett bánata vagy szomorúsága rejlik egy-egy családi veszekedés mögött, és hogyha ezt egy picit jobban megértjük, akkor azt gondolom, hogy talán jobban szót értünk egymással, és ki a saját életét jobban vagy szebben tudja élni. A megértés mellett a felolvasott részletben egy kicsit mást is mondott. Kicsit azt is sugallta, mintha ki kellene beszélnünk magunkból a hazugságainkat őszintén.
Igen, én a magam részéről nagyon utálok hazudni. Azt tanítottam a gyerekeimnek is, hogy hazudni írtó kényelmetlen és fárasztó dolog, mert mindig figyelni kell, hogy az ember most ugyanazt mondja, mint amit tegnap mondott, és ne tévessz el. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal lelket könnyítőbb, sokkal egyszerűbb és sokkal tisztább az élet akkor, hogyha még akár a fájdalmas dolgokról is beszélünk, mert attól, hogy valamit a szőnyeg alá söprünk, vagy úgy teszünk, mintha nem lenne, attól az még ott lappang, ott bánt minket, és a legváratlanabb pillanatokban törhet ki. A család...